Köszöntöm Önöket! Fitmix című műsorunkat látják, a Rákosmente Televízió sport, szabadidő és életmód magazinját. Mai műsorunkban a jógáról fogunk beszélgetni. Itt van velünk Vági Zsolt, jógaoktató, dietetikus. Köszöntelek a stúdióban! Köszöntelek, köszöntöm a nézőket! Mikor és miért kezdtél jógával foglalkozni? Alapvetően nekem volt egy nagy életmódváltásom, körülbelül egy ilyen 15 évvel ezelőtt, amikor sokat fogytam, és annak kapcsán kezdtem el keresgélni azokat a először még sportolási lehetőségeket, amiket ki kéne próbálnom, és akkor így jött körülbelül egy ilyen 12 évvel ezelőtt, hogy megszerettem a jógát. Először én is, mint sokan, azt gondoltam, hogy ennek az lesz a lényege, hogy nyújtom a testem, és az milyen jó lesz, hogyha hajlékonnyá válok, de aztán hamar megtudtam, hogy nem csak erről szól a jóga, és szerelem volt első látásra, azóta foglalkozom vele, egy éve oktatok is. Mi az, amit adott neked a jóga? Mi változott meg az életedben azóta, hogy elkezdted? Tulajdonképpen nincs olyan területe az életemnek, amire nem lett volna kihatással. Egy olyan fokú önismereti módszer a jóga, ami szerintem mással nem nagyon hasonlítható össze, hiszen az, hogy ászanákat, akár csak az, hogy ászanákat gyakorlunk, tehát különböző testtartásokat, azokban is megismerjük a saját határainkat, megtapasztaljuk azt, hogy hogyan tudunk úgy benne lenni egy pózban, hogy közben a jelenben figyelünk a légzésünkre, a testünkre, a különböző kis történésekre, amiket egyébként nem vennénk észre. És ezen keresztül, a testtudatosságon keresztül tulajdonképpen az élet más területeiben is jobban észre tudjuk venni, vagy észre tudom venni azt, hogy mi az, ami pont nekem jó, amiben kényelmesen érzem magam. Ez lehet akár munka, akár bármilyen kapcsolat. Tudnál erre konkrét példát mondani? Egészen apró dolog, de például mióta jógázom, azóta észreveszem a testtartásomon azt, hogyha például görnyed háttal, vagy valamilyen rossz pozícióban vagyok, egyből tudom korrigálni. Nagyon sok ember azért szenved hát és nyakfájásban, mert egyszerűen rossz a tartásuk. Azok, akik jógáznak, azok általában nagyon hamar észreveszik azt, hogyha valamilyen rossz pozícióban van a testük. De ugyanígy nem csak a test, hanem hogyha te, mint személy, rossz pozícióban vagy az életed valamilyen területén, akkor azt hamarabb észreveszed, és tudod azt, hogy hogyan korrigálható ez. Ezeket a változásokat, amit a saját életedben észrevettél, észreveszed a tanítványaidon is? Igen, természetesen. Különösen arról számolnak be, hogy akkor, amikor mondjuk van valami szünet, mondjuk ki kell hagyniuk egy-két hetet, akkor mennyire más, akkor mennyivel jobban észreveszik, hogy milyen jó is az, amikor rendszeresen gyakorolnak. De például pont tegnap beszélgettem az egyik tanítvánnyal arról, hogy azt vette észre magán, hogy mennyire nehéz neki, hogy megállja azt, hogy ne erőltesse meg a testét, és próbálja azt a például azt a testhelyzetet elérni, amit a szomszédja, vagy amit mondjuk én felveszek a gyakorlás során. És erről, ennek kapcsán jutott eszébe az, hogy az élete minden területén próbál így valamilyen külső tényezőnek megfelelni, és inkább bele erőszakolja magát, ahelyett, hogy megtartaná azt a fejlődési ütemet, ami számára jó. És ezt felismerve például már is kiléptünk a jógaszövnyegről, és egy olyan önismereti tapasztalat lett gazdagabb, amit máshol is tud hasznosítani. A tanítványod ugye mondta, hogy nem érzi magát olyan ügyesnek, mint a többiek, de ettől függetlenül azért bárkinek jó lehet a jóga, ha mondjuk nem is olyan hajlékonyak? Igen, alapvetően ez pont egy ilyen tévhit a jógával kapcsolatban, miatt nagyon sokan nem kezdik el, hogy ehhez már kell valami hajlékonyság, vagy fitség, vagy különböző testi adottságok. A jógában egyáltalán nem az a lényeg, hogy elérjük a nagy lábújunkkal a fülünket, hanem pont az az út, amit magunkról megtanulunk azáltal, hogy valamit gyakorlunk és valahova fejlődünk, az lesz a lényege a jóga gyakorlásnak. És nem az,
hogy eljutunk a végpózig mondjuk, vagy a végcélunkig, hanem hogy közben megtapasztaljuk azt az utat. És pont emiatt például jobb az, hogyha valaki kis fokú hajlékonysággal kezdi el, mert sokkal nagyobb utat tud bejárni, mint az, aki mondjuk valami olyan sportot űzött előtte, amiatt nagyon rugalmas a teste, és sokkal később veszi észre azt, hogy mit is ad neki az, hogy megfigyeli saját magát a különböző testhelyzetekben. Mik azok a tévhitek, amit még el kell oszlatni? Alapvetően például az, hogy van egy ilyen még emellett, hogy kell hozzá egy fitség, hajlékonyság, az, hogy például valaki nem kezdhet el mondjuk túlsúllyal jogázni, vagy mondjuk, hogy a férfiaknak van egy ilyen alapvető tévhite, hogy a jóga az egy női sportág, attól függetlenül, hogy tényleg sokkal több nő jár jógázni. Alapvetően a jógát Indiában férfiak üzték tradicionálisan, tehát hogy egyáltalán nincs ilyen nemi szerepbeli kérdés, ami miatt akadály lenne egy férfinak, hogy eljöjjön, sőt, nagyon fontos lenne pont nekünk, hiszen alapvetően sokkal nehezebben kezeljük a stresszt, meg egy csomó olyan dolog van az életünkben, amire nagyon-nagyon jótékony hatású lenne a jóga gyakorlás. Mire lehet még jótékony hatású, például betegségek megelőzésében vagy fogyókúrában? Alapvetően a jóga nagyon-nagyon sokrétűen hat az emberi testre, és nem csak a testünkre, hanem ugye az elménkre, a különböző jóga felfogás szerint különböző rétegeinkre, amik nem feltétlenül fizikai szinten nyilvánulnak meg, és ilyen szempontból betegségek megelőzésében, de kezelésében is nagyon sok jótékony hatása van, és ahogy említetted, a fogyásban is számos jótékony hatása lehet. Például a mozgás szervrendszeri betegségek azok nagyon gyorsan tudnak javulni, különböző térd, csípő, derék fájdalmak, de azok a betegségek, amik a stresszel összefüggésben állnak, és jó pár ilyen van, például emésztő rendszeri betegségek, nagyon gyorsan és nagyon látványos változást tudnak mutatni akkor, hogyha valaki rendszeresen gyakorol. Hiszen ezzel a gyakorlással, ahogy említettem az előbb, az életének nagyon sok aspektusára hatást fog gyakorolni, és elkezd egy változtatást létrehozni az élete minden területén. Legalábbis ez a tapasztalatom, hogy aki elkezdi ezt, az nem áll meg itt, hogy csak eljár heti egyszer-kétszer jógát gyakorolni, hanem más módon is elkezd saját magával törődni, foglalkozni, és kialakít egy egészséges kapcsolatot a saját testével, és képes lesz arra, hogy megteremt egy legalább egy napi egy óra én időt saját magának, ami elképesztően fontos. Mit tud a jóga, amit más módszer nem? Szerintem, és ez nem igaz, hogy más módszer nem, mert vannak olyan módszerek, amik tudják ezt, de a jógának a legnagyobb előnye az, hogy egy kicsit módosul a tudatállapot azáltal, hogy elkezdünk magunkra hangolódni a jóga gyakorlás elején, elkezdjük figyelni a testünket, a légzésünket, és ez a testtudatosság, ez a figyelem, és az ebben elvégzett különböző gyakorlatok adnak egy olyan komplex változást az elmének és a testnek, amit nagyon kevés más módszer tud megtenni. Említetted, hogy úgy vágtál bele a jogázásba, hogy túlsúllyal küzdöttél. Neked milyen élmény volt ez, hogy segített ezen a jóga? Ugye, aki már fogyókúrázott, vagy leadott pár kilót, az tudja, hogy nem csak arról szól maga a fogyás, hogy néhány kilogrammal könnyebbek leszünk, vagy kevesebbet mutat a mérleg, hanem nagyon sok aspektusában megváltozik olyankor az életünk, különösen akkor, hogyha sok kilót adunk le, és gyökeresen életmódot kell váltanunk. Hiszen ilyenkor tulajdonképpen mondhatni, hogy egy ideig sovány kövérek vagyunk, hiszen olyan személyiség jegyekkel rendelkezünk, ami a kövérekre jellemző, de már nem abban a testben vagyunk. És ez kihat például a kapcsolatainkra, hiszen eddig úgy definiáltuk magunkat, mint az az ember, aki túlsúllyal küzd, és ez tényleg megmutatkozik a társas kapcsolatokban, és nagyon sok színterén az életnek. És azáltal, hogy elkezd valaki jógát gyakorolni, és a jóga is egy szerves része annak az életmódváltó programnak,
amivel ő szeretné elérni a célját, azáltal sokkal könnyebben meg tudja tanulni azokat a változásokat, vagy meg tudja tapasztalni, ami végbe megy az ő személyiségében és testében a fogyás során. És akkor jóval könnyebben veszi azokat az akadályokat, amik a megváltozott testkép miatt például létrejönnek. Vagy jobban észreveszi azt, hogy mikor és miért éhes, hiszen azáltal, hogy egy testtudat kialakul, azáltal könnyebben el tudja különíteni a testi szükségleteit az érzéseket, elmi szükségleteitől. És alapvetően is a jóga a testnek a harmóniájára törekszik, mindenféle gyakorlat tulajdonképpen ezért van, és ebben a fogyás is könnyebbé válik, hiszen például a hormonrendszer, az idegrendszer jobban elkezd dolgozni. Olyan idegrendszeri változások állnak be, amik elősegítik azt, hogy a fogyás könnyebb legyen. Sokan egy sikeres fogyókúra után újra visszahíznak. Abban is segíthet a jóga, hogy ezzel a testkép tudat által segít megtartani már a vékonyabb testet? Alapvetően segít a jó effektus kialakulásának az elkülésében is, pont emiatt, hogy jobban és tudatosabban éljük az életünk minden területét, hogyha gyakran és kitartóan jógázunk, és ennek köszönhetően, ahogy említettem például ez, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy miért vagyunk éhesek, hogy valami érzelmet akarunk azzal pótolni, vagy pedig tényleg testi szükségletet. És hogyha ez már megvan, akkor ez önmagában, ez a kis apróság már tud eredményt elérni. Tehát, hogy a jó effektus kialakulását azért segíti megakadályozni, mert akkor, hogyha valaki jógázik, akkor, ahogy említettem, a test tudata és az önismerete változik, javul, és ennek köszönhetően például felismeri azt, hogy mikor kéne csak az érzelmeit táplálni, és mikor a testét. És például az ilyen bánatevés, falásrohamok, különböző evés zavaroknak az előfordulása, az nagyon drasztikusan lecsökken. Valamint ott van az a része is az egésznek, hogy jobban észreveszünk azt, hogy mit és mennyit kíván a testünk, hogyha már csak a testi szükségletnél maradunk, és például ezt is könnyebb jóga gyakorlás által megtanulni, mint beleerőltetni magunkat, hiszen az egész így jön magától a gyakorlás során. Körülbelül mennyit kell jogázni mondjuk egy héten ahhoz, hogy jelentős változásokat lehessen elérni? Én inkább azt mondanám erre, hogy a rendszeresség a legfontosabb. Tehát, hogyha valakinek csak hetente 2 órája van jogázni, ami természetesen nem igaz, mert mindenkinek annyi van, amennyit erre rászán, de hogyha azt tűzi ki, hogy heti 2 órát, de azt viszont megtartja, és ténylegesen rendszeresen csinálja, akkor a változás előbb-utóbb el fog jönni, de ezt tapasztalom mindenkinél, aki jár. És ezek lehetnek apró változások, például az, hogy arról számolnak be, hogy azt veszik észre, hogy jobban érzik magukat a munkahelyükön ülés közben, észreveszik, hogy nem fáj a válluk, a derekuk, a nyakuk, kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat már reggel ébredéstől, és hogy ezek az apró változások, ezek mind annak köszönhetőek, hogy elkezdenek a saját testükkel foglalkozni. Ha már ezek a változások eljönnek, akkor gondolom több a motiváció, hogy újra és újra elmenjen a jóga órára valaki, de mennyi idő kell ahhoz, amíg ezek eljönnek, tehát amíg türelem kell és szorgalmasan járni? Ez teljesen egyénfüggő, és egyébként is jó dolog, hogyha nem ilyen célorientáltan állunk neki jógázni, hogy valamit szeretnénk vele elérni, hanem egyszerűen csak gyakorolni, és a többi az meg úgyis jönni fog magától. A rohanó hétköznapjainkban azért sok ilyen kifogást lehet hallani, hogy hú, hát nincs nekem arra időm, stb. Mégis aki nem megy el jógaórára, csak néz valami videót róla, és akkor próbál ilyen nyújtó gyakorlatokat csinálni, azért valamit? Tulajdonképpen ér, hiszen rugalmasabb lesz a teste, hogyha jól csinálja, de az, hogy nyújtunk, az még nem jóga gyakorlás. Ez az egyik leggyakoribb tévhit a jógával kapcsolatban, hogy egy jógaóra az annyiból áll, hogy különböző nyújtó gyakorlatokat végzünk, mint egy tornaórán. Ennek
hogy ez nem igaz, hiszen a jógának pont az a lényege, hogy egy olyan felépített óra legyen, ahol a hétköznapi rohanásból, a kifelé figyelésből, az ide-oda ugrándozó elmeállapotból egy egyhegyűséget, egy koncentrált tudatállapotot hozzunk létre, és ebben, ezen keresztül gyakoroljuk végig azt a másfél-két órát, és egy relaxációval zárjuk le az egészet, ami szintén egy fontos része, és ezt általában az otthoni kezdőgyakorlók el szokták felejteni, hogy ez is a része, és csak a gyakorlatokat, a testgyakorlatokat végzik el. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást és a sok hasznos információt. Köszönöm én is. Önöknek köszönöm a figyelmet. FitMix-el legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Rákosmente televízióban. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!